Körülbelül másfél hónap elteltével is vagyok. Körülbelül másfél hónap elteltével ismét itt vagyok Városlődön, a Fenyves kocsma előtt. Akkor április 1-én nem találtam itt pecsétet, ami azért volt, mert a pecsét belül van, a kocsmán belül, a kocsma pedig zárva volt akkor. De most megvan, le is pecsételtem, úgyhogy indulhat a túra Nagyvázsony felé, Urkúton és Kaphegyen keresztül, úgyhogy egy nagyon izgalmas túrának ígérkezik ez a mai, amellett nagyon melegnek is. Már most szerintem 30 fölött van a hőmérséklet, úgyhogy hajrá! Itt vagyok az Urkuti ős. Majdnem sikerült. Itt vagyok az Urkuti őskarcnál. Egy fantasztikus látvány. Igazság szerint most így nyáron, amikor a lombozat fönt van, sajnos elég sokat takar, úgyhogy célszerű olyankor visszajönni, amikor még nincs ennyi lomb, valamikor télen vagy késő ősszel. De egyébként nagy élmény egyszer megnézni. Amerikában van egy olyan út, aminek az a neve, hogy a legmagányosabb országút az Egyesült Államokban. Azt hiszem, hogy ez az út, ami Kaphegyre vezet fel, ez kiérdemelte Magyarország egyik legmagányosabb útja címet. Egy hosszú egyenes út, végig a napon, úgyhogy remetéknek, zarándokoknak és persze kéktúrázóknak való.
Minden esetre a Kaphegy már nincs messze. Látszik fönn az antenna. Úgyhogy irány a csúcs. Most már meg lesz ez.